Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mit hogyan tudnál elérni. Ha például vannak céljaid, vagy szeretnél változtatni valamit a munkahelyeden, a családon belül, vagy szeretnél változtatni valamit a párkapcsolat területén, mit, hogyan kellene tenni. Lépésről lépésre. Ennél a jóslásnál tulajdonképpen arról van szó, hogy ne siessük el a dolgokat. Ne adjuk fel a dolgokat. Legyünk kicsit türelmesek, és lépésről lépésre elérjük azt, amit elérni szeretnénk. Ez egy általános kivetés, és mindig akkor aktuális, amikor megnézed a videót. Persze megvan a lehetőség arra, hogy kérd tőlem ezt a jóslást lépésről lépésre. A díjam 4000 forint. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mit, hogyan, mit kellene tenni. A felhő azt jelenti, hogy jelenleg még valami átláthatatlan, vagy még nincsenek konkrét célok vagy elképzelések, vagy még nem tudod, hogyan tovább, hogy tudnád ezt elérni. A felhő itt két különböző szint mutat, szürkét, meg olyan világos kéket. Az is lehet, hogy az érmének mindkét oldalát meg kellene tekinteni. Amit ez a kártya még mutat, az az idő, mégpedig fél évet, vagy a múltat, vagy a jövőt. Lehet, hogy ez a terv már megvolt fél évvel ezelőtt, de nem tudtad megvalósítani. Vagy most indítasz, és fél éven belül lépésről lépésre eléred a céljaidat. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Megváltozik a hozzáállásod, megváltozik valami a környezetedben. És ha tényleg vannak konkrét célok, akkor most tudsz változtatni a hozzáállásodon, mert megvan a hited, és hiszel abban, hogy lépésről lépésre eléred a céljaidat. Itt a kereszt jelenti a hitedet. Higgy abban, hogy mindez elérhető. Lehet, hogy nem egyik napról a másikra, és kell a türelem, de mint említettem, lépésről lépésre elérhetőek a célok. Amit a kereszt még jelent, fontos találkozások, amikor a sors utatok itt kereszteződik. Vagy lehetnek döntések, hiszen eléred az élet utadon ezt a kereszteződést, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a virágcsokor jelent egy szerencsés fordulatot, egy jó hírt, egy kellemes meglepetést. A virágcsokor azt is jelentheti, hogy szeretnél valamit megszépíteni a környezetedben, vagy egy kreatív tevékenységet jelenthet, vagy higgy abban, hogy megvan ez a szép gondolat, ezek a szép tervek, ami megvalósítható lépésről lépésre. A szív jelenthet egy szerelmi kapcsolatod. Tehát, ha van valaki az életedben, és szeretnél vele együtt egy tartós párkapcsolatot kiépíteni,
vagy egyedül vagy, és szeretnél boldog lenni a szerelmi élet területén, akkor itt a virágcsokor szerencsét hoz neked, mert itt változnak a dolgok, és kialakul egy szép párkapcsolat, amit a szív még jelenthet mindazt, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, lehet a családi kapcsolat, lehet a lakhelyed. Mindaz, amit kedvelsz, amit szeretsz, legyen ez a cél, amit lépésről lépésre el tudsz érni. Itt ez a levél lehet egy jó hír. Ezáltal megváltozik valami, például egy szerelmes levél, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. A levél jelenthet bizonyos szerződéseket is, vagy valamilyen vizsgákat, különösen ami írásbeli vizsga, vagy kapsz egy dokumentumot. Ezáltal megvannak az előnyök. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, tisztázódnak bizonyos dolgok, a felhő eltűnik, és akkor már lassan látható lesz az, amit el tudsz érni. Lépésről lépésre. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Ez lehet egy stabil párkapcsolat, biztos anyagi helyzet, vagy egy biztos munkahely, egy lakhely, így a természet, ami körülveszi az otthonodat. Oda érkezni, ahova szeretnél, ahol úgy érzed, igen, ezt most elértem. Itt le tudok gyökerezni. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő, vagy a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, és kell a türelem, így lépésről lépésre fogod elérni a terveidet. Itt a halak jelentik az anyagiakat, ez lehet bevétel, ez lehet jólét, de a halak jelentik a belső értékeket is. Te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnéd, amit szeretnél. Tehát legyen meg ez a magabiztos hozzáállás, értékeld magad. És érd el a céljaidat, mindazt, ami értékes számodra, a hivatásod, a szép otthon, egy tartós párkapcsolat, vagy az anyagi jólét. És ez volt a jóslás lépésről lépésre. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!